Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ne feledd Jézusnak a rózsa keresztfáját! A Keresztény Múzeum Erdély Zsuzsannáról elnevezett gyűjteménye sikeres kiállítása mutatkozott be a múlt év novemberétől a Magyar Művészeti Akadémián. A rendkívül gazdag anyag módszeres feldolgozása során a több száz ponyvanyomtatvány között találtam rá egy kiadványra, amelyben az első vers a názáreti Jézuska kis rózsakeresztjének éneke címet viseli. Előadásomban e szöveg gazdag tartalmú, sokágú örökségét szintetizáló szimbólumának, a kis Jézus rózsakeresztjének forrásvidékét vázolom fel. A ponyva Nagykanizsán, az egykori Mariánus Ferences provincia nyomdájában 1862-ben jelent meg, szerzője MT monogrammal jelölt. Három verset tartalmaz, amelyek a vallásos népköltészet három műfaját reprezentálják. Az általam vizsgálandó első szöveg ismert dallamra énekelhető vallásos ének, a második a megváltó Krisztust dicsérő, anaforrás jellegű imádság, a harmadik pedig a fájdalmas szűzhöz szóló, áldást kérő foház. Az érzelem gazdag három textus a ponyvairodalomban gyakran megjelenő szent történetet tematizálja, és egymás utániságában sajátos szemlélettel értelmezi is, azaz a kereszthalára gyermekkorától örömmel készülő Jézust megváltó haláláért dicséret és hála illeti, akár csak édesanyját Máriát is, aki éppen az együtt szenvedés miatt lehet a legfőbb közbenjárónk, bajainkban társunk. A vallásos ponyvákra jellemző az a törekvés, hogy a tartalmakat megérthetővé, de mindenek előtt átélhetővé tegyék. Így segítik a szenvedő és megváltó Krisztussal és édesanyjával való lélekazonosulást, így kapcsolják össze az evangéliumit és a személyest, és emelik az emberi életet krisztusi fénybe egy másik dimenzióba, hogy segítsenek a nehézségek Krisztusért való derűs elviselését. Ezt szolgálják mindhárom szöveg nyelvi és stilisztikai megoldásai és eszközei. A magyar lelkiségnek annyira megfelelő képgazdag megfogalmazásai. Az első, soronként 7 szótagos, 4-3 ütemelosztású, magyaros verselésű ének így hangzik. A názáreti Jézuska kis rózsakeresztjének éneke, nóta 14 esztendős korában. Jézus gyermekkorában, Názáret városában, faragcsált Szent Józseffel, kedves nevelőjével. Örvend lelke Józsefnek, az isteni gyermeknek, álmélkodván így szól a szerelmes kis Jézuska. Mennyből örömmel nézték, kis Jézust körbevették, két rózsaszárnyú angyal mosolygott, mint a hajnal. Egy lombos pálmafának, tüvében egy kis háznak, kebléből szűz anyának szent gondolatok szállnak. Elkészült a szent munka, a kis rózsafa keresztva, Jézus, mint a méhecske, szűz anyjához szállt vele. Piros arcán mosolya, a megváltás angyala, nagy örömmel mutatta, nézd, szűz anyám, keresztfa. Mondja a szűz Mária, lelkem szép mennyországa, mit jelent a keresztfa? S a kis Jézust megcsókolta. Jézus anyját öleli, édes csókkal illeti, kedves anyám, megmondjam, ez az én halálágyam. Ezt halván a szűzanya megdöbbent fájdalmába Jézust keblére zárta, könnyeivel áztatta. Az ég kék boltozatján feltetszett egy szivárvány mosolygási valának a mennyei atyának. A kereszténység Erdély Zsuzsai szavaival szólva szinkretikus vallás. Számos elemet vett át és olvasztott magába a megelőző korok hit és hiedelem anyagából. Ősi napkultuszok jelképeit, egyes keleti vallások dualisztikus képzeteit, az ószövetségi zsidóság ősközösségi totemisztikus emlékeit, a hellenisztikus misztérium vallások meghaló és feltámadó istenségeinek kultuszát. Messze időkben nyúló motivumok visszatérő elemeként ágyazódtak be a keresztény jelkép és motivumrendszerbe, s annak révén az egyes népek költészetébe. Szervesültek a néplélek jellemzőit, világlátást és világértelmezést valló sajátos motívumkincsével, jelrendszerével.
A kép, a szimbólum, a metafora a vallásnak és a költészetnek is egyetlen lehetséges, a végső titkot megközelíteni tudó beszédmódja. Bennük idők és kultúrák szellemi, spirituális tudása összegződik különös hajszál eresség révén. Olyan mély rétegek épülnek egymásra, amelyek egykor a közösség kollektív tudását sűrítették, de ma sokszor megfejtésre várnak. Ilyen gazdag, tartalmú, mély gyökerű szimbólum versünkben a rózsafa kereszt. Miért éppen rózsakeresztet farag a gyermek Jézus? A szimbólum elemeinek rózsa, fa, kereszt, művelődés és kultúrtörténeti jelenségeit szerteágazó szakirodalom és tudományterület tárja fel. Ám a vallásos népköltészet szimbólum képzésénél számolni kell azzal a lelkiségi hatással, kegyességi háttérrel is, amely számos csatornán a vízjel finomságával ivódik bele a hívő nép lelkébe, alakítja a tudat és képzett tartalmait, és lenyomatként egy-egy képben, szimbólumban vallja ki magát, hozza felszínre a lélekben megfogant tudást. Ilyen eleven hatású volt a ferences lelkiség, amely hitbéli élményt és verbális eszköztárat, kifejezésformát alakított ki a 13. századtól hazánkban is. Assisi Szent Ferenc intuitív meglátásait, amelyet végrendeletében szinte új kinyilatkoztatások mond, a nagy ferences teológusok Bonaventura és Don Scotus emelték később teológiai rangra. E sajátos ferenci világlátásnak a kiinduló pontja a megtestesülés, amelynek minden alárendeltetett. E gondolat szerint Isten tervében előbb van karácsony, mint teremtés, vagyis a megtestesülés a teremtésnek a célja és értelme. Isten a bűnbeeséstől függetlenül is elküldte volna fiát, hogy benne mutassa meg arcát. Ezért neki egy csodálatos virágot teremtett, amelyben, ahogy Ferenc a naphimnusában is, semminek sem volt romboló jellege, a bűnbeesés előtt még a rózsának sem volt tövise. Szent fiához méltó asszonyt teremtett, a bűn nélkül fogantatott édesanyát, a tövis nélküli legszebb rózsát Szent Ferenc tavaival, aki testvérünké szülte a fölséges urat és földi édesanyaként szerető családban nevelte. A názáreti család minden család mintája lett. Fiával együtt szenvedett, s fia fájdalmát maga is sírta, maga is elsírta. Tehát e két sarokpont, a Humanitas Christi, a földreszállás eszmevilága és a Passio Mystica, a ferences lend legsajátosabb gazdagsága lett. E két gondolat hozta közel a hívő néphez Isten létére emberként élő Krisztust, és tudta bevonni az egyéni keresztutat is égi fénnyel, érdem, kegyelem szerző erővel. E két gondolat nagy sikerű munkákban, koldulórendi szónokok révén jutott el és hatott a népi vallásosságra és költészete. Meg kell említeni a kapucinus Martin von Cohen Das große Leben Christi 1677-ben megjelent művét, amelynek csenyelvű változatát ültette magyarra a nagyszombati Clarissa apáca Újfalusi Judit Makula nélkül való tükör című írásában. Kopcsányi Márton 1631-es művét a boldogságos Szűz Mária életét, és a 300 évvel ezelőtt született Telek József kétkötetes hatalmas munkáját, a boldogságos Szűz Mária 12 csillagú koronáját. A franciskánus lelkiségnek e művekben is megjelenő hatását viseli magában a ferences nyomjában megjelent versünk téma és kifejezés világa. A szent családban élő, az ácsmesterséget apjától tanuló gyermek Jézus maga faragta rózsakeresztfája szenvedését, és elővételezi ebben a ferences kontextusban értelmezendő. Bálint Sándor említi, hogy a gyermek Jézus néhány sajátos ritka ábrázolását, amelyben a megtestesülés és a kereszthalál dogmatikai összefüggéseit tárták fel. Már az aranylegendában, a három királyokat vezérlő csillagban a kis Jézus keresztel
fején tövis koronával tűnik fel. Szent Brigitta látomása szerint Mária var, mellette a kis Jézus olvasgat, hátul pedig két angyal hozza a kínszenvedés eszközeit. E látomást eképpen idézi a makula nélkül való tükör. Miként a kis Jézus jászolban feküdt, és az angyalok eljöttek és a keresztjét hozták, ő kezecskéjét kinyújtotta, és örömmel megölelvén mondotta, örömest fogadlak téged, ó Szent Kereszt, akit az én atyám küldött nékem. A barokkori ábrázolásokon az alvó Jézuska mellett megjelenik a halálfej és az evangéliumban ismert kínzóeszközök, vagy ismert a keresztjén alvó kisded és a keresztjét vállán hordozó gyermek Jézus ábrázolása is. A rózsa gazdag tartalmú szimbólum a ferences misztikában is. A tövés nélküli rózsa a bűntelenségnek a jelképe. Egy legenda szerint a kísértésről szenvedő Ferenc egy rózsabokorba vetette magát, amelytől a szent érintése nyomán lehultak a tövisek. Ilyen rózsák teremnek ma is az Assisi angyalos boldogasszony kolostor kertjében. A ferences Bonaventura Máriát nevezi tövés nélküli rózsának, a bűn nélkül szeplőtelenül fogantatott legszebb virágnak, amelyből élet fakadt, rózsabimbó, vagyis Krisztus, aki a virágnak virága. Érthető, hogy a rózsa így élet és életfa szimbólum is. A középkori gondolkodás végleg összekapcsolta az életfáját Krisztus keresztjével, hiszen az emberiség Krisztus kereszt halálával kapta meg az örök életet. Krisztus életfája így a leghatalmasabb jelkép. Egyszerre az élet, és egyszer mind a halálfája. Egyszerre jelkép és valóság, amelyet Bonaventura teológiai tömörséggel így nevezett, lignum vitae, abor vitae, vagyis élőfa és kivágott fa, holt fa, az életfája. A San Damiano ikonkereszt is növényi mintákkal övezett életfa, amelynek Krisztus a Ferenchez szólt és feladatot bízott rá, menj és állítsd helyre házamat, mert mint látod, roskadozik. Külön érdekesség, hogy a kereszténység életfa keresztjén általában szőlő, de néha rózsa is terem. A rózsa hívő magyar népünk számára is kedves virág, különféle jelentéseket tulajdonítottak a színeknek, szirmai számának. A rózsa szimbolikáját erősítette sok népszerű imádságos könyv is, a kedvelt, sok kiadást megért ferences jóillatű rózsáskert vagy rózsabimbók, illetve maga a rózsafűzér imádsága is. Érdekes, hogy a rózsa szimbólumának és Mária alakjának összekapcsolása magyarázza, hogy a rózsafűzér imádságban az üdvözlégyek megszámolására használt lánc eredetileg összepréselt virágszirmok, rózsaszirmokból készült. A rózsakereszt ferences vonásokat és összesűrítő szimbóluma a népi vallásos költészetben nem egyszer megjelenik. Varga Lajos a neves szentember verses szentírásában külön fejezetet szánt a rózsakeresztnek, szimbolikáját tovább értelmezi, és eredet legendát is kapcsolt hozzá a tüskés rózsáról, a csipkebokorról. A mű számos pontján kimutatható, hogy az egykori kármelita szerzetes hatalmas munkájára kétségtelenül nagy hatással volt a ferences vallásosság is. A verse szentírás 21. éneke szól a rózsafa keresztről. Idézem. Egykor egy szép napon a kis Názáretben a Szent Szűzanyának virágos kertjében két rózsabokor volt, az egyik hófehér, a másik mint a hajnal, mint a kiömlő vér. Már kora tavasszal illatozva virult, a két rózsabokor egymásra ráborult. Oly örömét lelte ebben Szűz Mária, mivel ez volt néki kedvenc szép virága. Egyik reggel kinyílt a kiskert ajtaja, s azon, mint a kelő nap aranyos sugára, a megváltó gyermek Jézus hófehér köntösben belépett kis fűrészt tartva kezében. Nagy hirtelenségnél a bokornál termett, és azokról egy-egy kis ágacskát lemetszett. Kis kezeivel az üdvözítő gyermek csinált azokból egy picinke keresztet. Aztán letépett két kis rózsaszálat, egy hófehéret és egy vérpirosat. Mindkettőnek lombját mellé illesztette, s azzal a keresztet felékesítette. Azzal a szobába gyorsan besietett,
Édesanyjának átnyújtál kicsiny keresztet, és így szólt: Jó anyám, nézd, mit csináltam. Ilyen lesz egykor az én halálos ágyam. Nézd itt e két rózsát, ez példáz téged. Lombja és bimbója jelképez engemet. Olyan vagy, mint fehér ártatlan rózsaszál, amelyre az égből tiszta gyöngyharmat száll. De ha a kereszten leszek én áldozat, midől majd rádömlik rólam a vérpatak, olyan leszel, mint a hajnalpiros rózsa, rád borul majd a bánat tengernyi hulláma. Egykor mindkettőnknek így gyászos sorsa lesz, de kedves szűzanyám, ó kérlek, ne könnyezz. Nézd a kis keresztet és vedd kezedbe, ott az erdő szélen szúrd azt a földbe. Ez ott gyökeret hajt, ha ér másik tavaszt, rajta zöld lombokat és virágot fakaszt, illatos és halovány lesz a virág rajta, ágai sok vérző tövisse, sok szebző tövissel takarva, mely emlékeztet az emberi életre, mely kevés rózsával és tövissel telve. Mária követi fia akaratát, és földbe plantálja a kicsiny keresztfát. Ez idő múltával zöld dombot fakasztott, és rajta illatos halvány virág nyillott, fáján sűrű hegyes tövisek teremtettek, amely példázza az emberi életet. Lehet íjfát látni hegyeken, erdőkön, találkozhatsz vele réteken és mezőkön, ismered nagyon jól, csipkefa a neve. És ezen fácskának ez volt eredete. Barátom, ha meglátsz így csipkefát, ne veled Jézusnak rózsakeresztfáját. És ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy teljesen véletlen egybeesés, de ma Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe van. Köszönöm.